Itt a Szekszárdi Honvéd utcában fényes nappal tépte ki a 18 éves rabló egy sétáló nő kezéből a táskát, amivel rögtön elfutott. A menekülő férfit a helyszíntől nem messze vették észre a járőrök, azonnal el is fogták. Ezeket a fotókat már az egyenruhások készítették, mielőtt kihallgatták a tolvajt, aki meglepetésükre nem csak ezt az egy bűncselekményt ismerte be. A férfi kihallgatása, valamint helyszíni nyilatkozata során elmondta, hogy nem csak ezt az egy táskát lopta el ebben az időszakban, hanem korábban egy másik személy ellen is elkövetett bűncselekményt, mégpedig úgy, hogy a kezéből a táskáját kitépte. Ezzel kapcsolatban a férfit szintén gyanúsítottként hallgatták ki, egy rendbeli rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A rendőrök kezdeményezték a férfi előzetes letartóztatását. A történet viszont itt még nem ért véget, mert a nő, akinek a tolvaj megpróbálta ellopni a táskáját, köszönő levelet küldött a rendőrségnek. Ebben azt írta, maga és a családja nevében is köszöni az ügyében gyorsan intézkedő rendőrök munkáját.